közzétette a 2022-es népszámlálás előzetes adatait az Országos Statisztikai Intézet. Ebből az derül ki, hogy a romániai magyar közösség lélekszáma jelentősen csökkent az elmúlt 10 évben. A 2011-ben megszámlált 1,22 millióval szemben idén már csak alig több mint 1 millió fő alkotja Románia legnagyobb nemzeti kisebbségi közösségét. 19.053.815-re zsugorodott Románia rezidens lakossága, ami azt jelenti, hogy a 2011-es cenzus óta 1.100.000-rel csökkent, mutatnak rá a 2022-es romániai népszámlálás előzetes eredményei. A magyar továbbra is a legnépesebb kisebbség Romániában, a lakosság 6%-át teszi ki azok körében, akik válaszoltak erre a kérdésre. A legutóbbi 2011-es cenzuson 1.227.623 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, vagyis 10 év alatt több mint 225.000-rel csökkent a létszámuk. Ez azt jelenti, hogy nem csupán abszolút számban, de arányaiban is kevesebb magyar él Romániában, mint 10 éve. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője szerint nincs ok ünneplésre, de pánikolni sem kell. 2,5 millió állampolgárt nem sikerült megszámolni. Tehát nem tudták őket megszámolni, mert a számláló biztosok nem jutottak el egyszerűen hozzájuk. És hogyha a nagy számok törvényét nézzük, akkor a 2,5 millió állampolgár között biztos, hogy vannak magyar etnikumok is. Én körülbelül azt gondolom, hogy a reális szám az ennél nagyobb azért. Elemezni kell ezeket az adatokat, meg kell néznünk majd, amikor települési bontásban megjelennek az adatok, hogy ott hogyan állunk. Hozzátette, hogy az előzetes adatokból nem lehet messze menő következtetéseket levonni, ám nem tagadható, hogy szembetűnő a fogyás. Amikor a részletes adatok is nyilvánosságra kerülnek, az RMDSZ elemezni fogja, hogy milyen tényezők vezethettek ehhez a létszám csökkenéshez, mondta. Ám a több mint 1 milliós szám azt jelenti, hogy továbbra is erős magyar közösség él Romániában, amely itt képzeli el a jövőjét. A szövetségnek pedig meg kell teremtenie az ehhez szükséges kereteket, hangsúlyozta Csoma Botond.